Az út, amely mennünk kell, az egy belső út, amely az ember változásával foglalkozik a Teremtőnek megfelelően, azaz kezdetben mi ellentétesek vagyunk a Teremtővel, és nem is vagyunk tudatában, nincsen példánk erről, nem rendelkezünk a vizsgálattal. Mi egyszerűen olvassuk, hogy nekünk el kell érnünk a jó hajlamot a rossz hajlamból, de igazából mi nem vagyunk tudatában annak, hogy mennyire mély ez a változás, és az embernek az eszenciája, a teremtés eszenciája, az egész valóság, hogy hogyan létezünk, hogyan látjuk magunkat, hogyan látjuk a testünket, mindent körülöttünk, hogy mekkora mértékben ez mind függ az attitűdünkön, ahogy a valósághoz hozzáállunk. És amikor tanuljuk ezeket a változásokat, amiken keresztül kell mennünk, akkor nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy tanulhatjuk ezt, ahogy ezt a tudósok csinálják, elméletileg, külsőleg, nem belsőleg, hanem külsőleg, mint hogyha csak filozofálnak, ahogy Rabas mondja, hogy mi valami kenőcsöt kenünk a lábunkra, de gyógyszert teszünk belsőleg. Tehát itt olyanok vagyunk, mint filozófusok, hogy valamit tanulunk külsőleg, és utána a személy megmarad ugyanolyannak, kivéve megmarad változatlanul, de van valami új beteljesülés a fejében. Igazából nem tudja, hogy mit kezdjen vele, de mint hogyha lenne valami új képessége a fejében, elméleti képessége, de hiányzik számára a helyes belső definíció, minden egyes spirituális definíciónak megfelelően. Ezeket emberek, ezeket úgy hívjuk, hogyha a kabalát tanulják, akik nem változnak belül, ezeket hívjuk úgy, hogy a jeruzsálemi kabalisták, akik külsőleg tanulnak, de belsőleg nem változnak. Lehetséges, hogy sokat tudnak, hogy mi történik, hogy mi van a könyvekbe leírva, képessége szóban kifejezni. De tudnak minden egyes verset, de nem tudatosak a dolog lényegével kapcsolatban, amiről beszélünk, hiszen ez csak a belső változásokon keresztül lehet megtanulni. A személy saját magán belül felfedezi ezeket, és akkor érti meg, hogy miről is beszélünk, miről is tanulunk, csak a belső változásokon keresztül. Ezért van az, hogy a mi tanulásunknak el kell hozni minket a cselekedethez, és a cselekedet az arról szól, hogy mi magunk megváltozzunk, és a változás ez nem történhet meg a saját erőfeszítésünk alapján, hanem az erőfeszítéseinknek el kell hoznia számunkra a külső erőt, a felső erőt, a spirituális erőt, az adakozás erejét, a teremtő erejét, és akkor ez az erő, amely egyedül képes bármilyen változást okozni magunkon belül. Tehát a munkánk az arról szól, hogy hogyan lehetünk képesek magunkra vonzani ezt az erőt, melyet úgy nevezünk, hogy a reformáló fény. Hogyha mi megkapjuk ezt, hogyha ezt magunkra vonjuk, hogyha ennek megadjuk a lehetőséget, hogy működjön rajtunk, hogy változtasson minket, akkor valami történik velünk, akkor valami bennünk megváltozik, és akkor mi elérünk valamit. De hogyha képtelenek vagyunk ezt az erőt magunkra vonzani, akkor semmi nem változik meg. És megmaradunk úgy, ahogy születtünk, mint egy állat, ahogy meghalunk, mint egy állat, és akkor átlépünk a következő inkarnációba. Akkor a lehetőségünket nem valósítottuk meg, amit ebben az életben megkaptunk. Ennyi. Tehát nekünk nagyon-nagyon precízen kell viszonyulnunk ahhoz, amit a kabbalisták tanácsolnak nekünk, és valójában
egészen a Balhasulam idejéig, és kifejezetten a Rabas idejéig. A kabbalisták soha nem írták le tisztán a korrekció módszerét, hiszen nem volt senki, akinek ezt áthatották volna, nem volt kinek írni. Csak az kevés kiválasztott, akik elérték a kabbala bölcseletrétése, vagy sikeresek voltak, akik nem, nem. Ahogy mi tanulunk az Ari tanítványairól is, akik mielőtt Ari meghalt volna, mint hogyha megtiltotta volna nekik, hogy folytassák a tanulást, kivéve a Haim Vitának adta meg az engedélyt, hogy tovább tanuljon, ő folytathatta csak a tanulást az Ari halála után. És később mindenfajta különböző formákban, különböző csoportokban, mint a Baal Shem Tov csoportja, ott is volt egy bizonyos százalék, akik sikeresek voltak, meg akik kudarcot vallottak, és voltak mindenfajta változások, de a lényeg az, hogy bárhol is nézzük, minden azon múlik, hogy milyen a képességünk arra, hogy precízen végrehajtjuk ezeket a feltételeket, hogyan vonzuk magunkra reformáló fényt, hogyan működtessük ezt a laboratóriumot. Tehát itt van az egyik olyan cikk, igazából nem túl sok cikk van, talán 20-30 cikk van, ahol Rabas kifejezetten nagyon közvetlenül erről beszél, hogy mi is a munka, és minden más, ez mint hogyha csak körülötte körbe írná azt, vagy csak a részleteket mesélni. Tehát nézzük meg, hogy vajon képesek vagyunk-e végrehajtani ezeket a feltételeket, ezt a számtalan feltétel, de igazából csak egyetlen feltétel van, hogy helyesen sóvárogjunk a felső fényre, hogy a Ravval, a teremtővel, a csoporttal kapcsolatban, a barátokkal, a tanulással, a terjesztéssel kapcsolatban, és mindaz, ami körbevesz engem, mindaz az eszköz, amit megkaptam, nekem ki kell válogassam ezeket a lehetőségeket nagyon-nagyon óvatosan és precízen, és akkor építem a manomat, az imámat, a hiányomat, a hiszaronomat, és ezt nagyon precízen kell létrehozzam, hogy ez pontosan megfeleljen, amekkora mértékben csak lehetséges, azzal az állapottal, ahol képes vagyok megkapni reformáló fényt. Én nekem újra kell formálnom magamat a következő szintnek megfelelve, ennél fogva nekem végre kell hajtanom mindent, precízen a betűknek megfelelően, minden egyes leírt betűnek megfelelően, hogy eljussak a helyes állapothoz, ahol a vágyam valódi manná válik. Ahol a vágyam összekapcsolódik a reformáló fénnyel, amelynek meg kell